Evidencia, hogy olyan blokkok épülnek meg Pakson, amelyek a fukushimai tapasztalatokkal kiegészült uniós elvárásoknak mindenben megfelelnek, mondta dr. Aszódi Attila Szekszárdon. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Magyar Nukleáris Társaság 17. nukleáris technikai szimpóziumán a nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályok irányából megközelítve mutatta be a Paks 2 projektet. Elmondta, hogy a magyar jogszabályi rendszer az EU által megfogalmazott biztonsági alapelveken alapul, amelyekbe beépítették a fukushimai eset tapasztalatait. Mindezek figyelembevételével készült el a Paks 2 megvalósítására vonatkozó fővállalkozói szerződés, az úgynevezett IPC szerződés, ami egy nagyon komplex felelősségi rendszert rögzített akkor 2014. december 9-én, amikor ezt aláírtuk. Hozzátette, ez garantálja, hogy a hazai igényeknek és elvárásoknak, valamint az európai jogszabályi követelményeknek megfelelő atomerőmű épüljön Pakson. Elérhető áru villamos energia, ellátásbiztonság, rendszerstabilitás, klímavédelem, az ország széndioxid kibocsátásának csökkentése, vezetékes energiahordozók importjától való függés csökkenése, korszerű, kiemelkedően biztonságos technológia. Ezek azok az össztársadalmi előnyök, amelyekért meg kell valósítani a Paks 2 projektet, ezt már a Világgazdaság Energia Stratégia 2018 című konferenciáján mondta az államtitkár. Ha nem épülne meg Paks 2, akkor a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokkjának kifutása után fosszilis energiahordozó használatára kellene áttérni, ami hozzávetőleg 36%-kal növelné meg Magyarország széndioxid kibocsátását.